A Szent Mihály napi hétvége a Magyaróti Klubházban sem maradhatott el. A Pentelen nyugdíjas klub tagjai egy őszi mulatságra gyűltek össze, ahol már az idei szőlőtermésből készült bort itták, és az elmúlt betakarítási időszakot ünnepelték. Jó dolog ez, összejövünk, hiányzik az embernek egy kis szórakozás, elbeszélgetünk, megkérdezzük, kinek mi lett a termésem, nekem is van a vás gyümölcsöm is, van a cseresznye, megy, meg szélva, meg minden. Jó, az ember elteszi, mindig több van a spájzba, és nyugodtan megyünk bele a télbe, hogy megvan mindenünk. Németné Naszvadi Julianna, a Pentelen nyugdíjas klub elnöke, a régmúlt idők születi mulatságait idézte fel. A gazdák felléptek, kocsikkal feloldnak, minden ifjúság, ugye falu volt gazdálkodó, vagy hát falu volt, és akkor gazdálkodtak nagyon, el voltak látva mindennel, lovakkal, fiatalsággal, hatalmas volt a születi, és hát elkezdődött a kislánykáknak a hintóval hazahordása. Tehát akik beöltöztek lánykák, a párja hintóval ment érte és hozta. És akkor az volt a divat, hogy este meg kellett a fiút vacsoráztatni, hazavinni, és akkor meg kellett vacsoráztatni, és utána visszajönni. A köszöntő után Farkas András, az egyik klubtag szórakoztatta a jelenlévőket humoros történetekkel, majd a közös éneklés következett a leghangulatosabb születi dalokkal és nótákkal. A folytatásban már a pentelei Kék ne felejtsd dalkör tagjai is fellléptek, majd a tánc lett a főszerep.